A Kelet-Magyarország napilap összesítése szerint a munkavállalókat feketén foglalkoztató vállalkozások és magánszemélyek közül 80-an Nyíregyházát képviselik. A megyeszékhely mögött Újfehértó következik 24 névvel, majd Kisvárda és Balkány jön, a sor végét pedig Tiszavasvári, Kótaj, Mátészalka és Nagykálló zárja. A cégek között vannak sütőipariak, szállítmányozással, fuvarozással, vagyonvédelemmel foglalkozók, de műkörmösök, látványpékségek és építőipari profilú társaságok is. Erre a listára a helyszíni ellenőrzés során megállapított szabálytalanság miatt kerülhetnek fel a cégek. A nyári ellenőrzési akcióban a kollégáink fokozottan vizsgálják az alkalmazottak szabályszerű foglalkoztatását is. Ez azt jelenti, hogy a száma és a nyugtaladás mellett azt is megvizsgálják, hogy szabályosan vannak-e bejelentve, illetve határidőben történik-e meg a bejelentésük. Ugyanis, hogyha szabályszegést tapasztalnak, akkor ezek az adózók felkerülnek arra a listára, amely a NAV honlapján egyébként megtalálható és a be nem jelentett alkalmazottakat, foglalkoztatókat tartalmazza. Erről a listáról 2 év múlva kerülhetnek le, csak abban az esetben, hogyha közben nem követnek el semmilyen ilyen jellegű szabálysértést. Az a munkavállaló, aki nem biztos abban, hogy munkaadója bejelentette, a meglévő ügyfél kapuján keresztül lekérdezheti a kifizetők által beadott járulék kötelezettségi adatokat. Az alkalmi munkavállalók esetében figyelni kell a munkáltatóknak a bejelentés idejére is. Itt a nyári időszakban jellemzően nagyon sok az alkalmi munkavállaló, ugye ezeket az alkalmi munkavállalókat vagy nem, vagy pedig nem határidőben jelentik be a munkáltatók. Nagyon fontos, hogy még a munka megkezdése előtt meg kell történnie ennek a bejelentésnek, amelyet elektronikusan vagy telefonon is megtehetnek a munkaadók. Az alkalmi munkavállalók foglalkoztatása esetében az is fontos információ, hogy az ő munkaviszonyuk nem haladhatja meg az évi 120 napot. Az alkalmazottak be nem jelentése akár 1 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal is sújtható.